Megérkezett Oroszországba a Kim Jong-un szállító páncélvonat, írja az Independent. A sajtó szerint a találkozó célját sem Fennyen, sem Moszkva nem közölte. A nyugati hírszerzés meggyőződése, hogy Kim azért utazott orosz földre, hogy Putyinnal tárgyaljon arról, hogy Észak-Korea fegyverekkel és lőszerekkel támogassa Oroszországot az Ukrajna ellen vívott háborúban. A diktátor pártisztviselői és fegyveres testőrei kíséretében szállt le a luxusvonatáról. Egyik ország vezetője sem osztotta meg, mi szerepelhet az esetleges személyes találkozó napirendjében. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, a találkozón elsősorban a szövetkezésről lesz szó, valamint Kim érkezésének tiszteletére egy hivatalos vacsorát is szerveztek.